Köszöntöm a stúdiónkban Gromon István, Pilisvörösvár polgármesterét, és ez az idei első interjúnk az újévi interjú után. Két alkalommal ülésezett januárban már a Vörösvári képviselőtestület. Az első rögtön egy rendkívüli ülés volt, azt hiszem 16-án talán, és itt egy, hát mostanában nagyon felkapott téma volt a legfőbb napirend, mégpedig a búcsútér ügye. Ezúttal egy petíció kapcsán merült fel ez a kérdés, melyet 6 vörösvári szervezet közösen nyújtott be az önkormányzatnak, talán még decemberben, vagy novemberben, nem emlékszem pontosan. Ebben pedig 2020 aláírással tiltakoznak az ellen, hogy a búcsútérre épüljön a sportcsarnok. Mit tartalmazott ez a petíció? Ha jól emlékszem, december elején érkezett ez a petíció az önkormányzathoz, és az kérik benne, hogy a kézilabda egyesület által építendő sportcsarnok az ne a búcsútéren épüljön meg, hanem a sportcentrum területén, ott, ahol majd a tanúszoda fog reményeink szerint megépülni. A petíció semmilyen indoklást nem fűz ehhez, hogy miért nem jó a búcsútér, vagy miért a sportcentrum területén, csak egyszerűen kategorikusan kérik a 2020 aláírásra hivatkozva, hogy az önkormányzat vonja vissza azt a korábbi határozatát, amelyben a búcsúteret ajánlotta föl a Kézilabda Egyesület számára, mint helyszínt, hogy ott megépítheti önkormányzati tulajdonú telken a sportcsarnokot, hogy ezt vonjuk vissza, és helyette ajánljuk fel a Kézilabda Egyesület számára a sportcentrum területén lévő területet, illetve egész pontosan annak a teleknek a maradék részét, amely a önkormányzat tulajdonában van, és amelynek a Bátor utca felőli végén épül majd a reményeink szerint a tanúszoda, annak a teleknek a másik felét, a hátsó felét, azt ajánljuk fel a sportcsarnok számára a Kézilabda Egyesületnek. Ugye ezen az ülésen a főépítész azt mondja, egy nagyon részletes prezentációt tartott mindkét helyszínről, mindkét helyszínen bemutatva az előnyöket, lehetőségeket, hátrányokat. Ezekről egy pár szót mondana, hogy hát elég nehéz összefoglalni, de a legfontosabb szempontokat mondanám mindenek előtt, hogy mi szól a búcsútér mellett, és a sportcentrum területe ellen pedig milyen érvek vannak. A búcsútér mellett, hogy a testület már korábban is megvizsgált több helyszínt, 2013-ban, mikor ezt a döntést hoztuk, és akkor is nagyon alapos megfontolás alapján szavaztunk a búcsútérre, mindenek előtt, mert a búcsútér az teljes terjedelmében önkormányzati tulajdonban van, tehát nem kell területet vásárolni. Azután a szabályozási tervben minden adottsága a teleknek megfelel egy sportcsarnok felépítéséhez, tehát mind a építmény magassága, beépíthetőségi százalék, a kötelező zöld terület, tehát minden szempontból egy ilyen méretű sportcsarnok, ilyen durván 2000 négyzetméteres sportcsarnok teljes mértékben tökéletesen elfér, és amellett biztosítani lehet az övezetben előírt zöld területi arányt, az építmény magasságot, tehát minden tekintetben megfelel. De a legfontosabb, amiért a búcsúteret választottuk annak idején, vagy azt ajánlottuk föl, az az volt, hogy a csarnok kihasználtsága, a majdani üzemeltetése és használhatósága szempontjából a legideálisabb hely, hiszen a város központban van. A három általános iskola van Vörösváron, ugye a templomtéri iskola a Klik fenntartásában, a vásártéri iskola a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában, és a Palánta iskola, amelyik egy magániskola. Mind a három nagyon közel van, néhány száz méterre a búcsútértől, és ez azért nagyon fontos, mert a iskolák számára elő van írva a kötelező testnevelés, mindennapos testnevelés, de nincs meg egyik iskolának sem az ehhez szükséges tornatermi kapacitása. Ha ez a sportcsarnok a búcsútéren megépülne, akkor mind a három iskolából könnyedén elérhető lenne a tornaórák megtartására, ami jó lenne az iskoláknak, de nagyon jó lenne a sportcsarnok üzemeltetése szempontjából is, hiszen ezek az iskolák, a fenntartóik bérleti díjat fizetnének a délelőtti órákra, és így a csarnok kihasználtsága
a délelőtti órákban, vagy egész a kora délutáni órákig biztosítva lenne, és így a csarnok fenntarthatósága pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból sokkal jobb lenne, mint egy kieső területen, ahol az iskolák nem tudják igénybe venni. És még van egy fontos szempont szerintem, hogy még kettőt is mondanék, hogy a tömegközlekedéshez is nagyon közel van ez a helyszín, tehát a buszmegálló ott van, az Emil Cukrászdán, a vasútállomás, a parkoló, P+L parkoló, tehát nagyon sok olyan fiatal felnőtt egyetemisták, főiskolások, akik este tudnák a csarnokot igénybe venni, azok, ha jönnek haza az iskolából, gimnáziumból, vagy az egyetemről délután, vagy kora este, akkor könnyedén igénybe vehetnék. Több ilyet is hallottam, aki azért nem sportol, mert már este nem tud visszamenni Budapestre sportolni itt helyben, viszont nincs rá lehetőség. Tehát ennek a középiskolás és egyetemista korosztálynak is ideális lenne, hogy délután vagy kora este leszáll a vonatról vagy a buszról, és egyenest megy a csarnokba, és tud mozogni, sportolni. És azért is nagyon jó lenne ez, mert az orvosi rendelőnek nagy parkolási gondjai vannak, de a sportcsarnokhoz nagyon jelentős számú parkolót kell építeni, most már nem emlékszem, de nagyságrendileg 50 körül, és napközben, amikor rendelés van, és hétköznapokon, akkor a sportcsarnoknak minimális lenne a parkolási igénye, hiszen oda már csak a késő délutáni vagy kora esti órákban jönnének nyilván, mert a gyerekek, az iskolás gyerekek nem személyautókkal jönnének a csarnokba. Tehát délelőtt a sportcsarnoknak a parkolói kiválóan kiszolgálnák a szakorvosi rendelőt, hétvégeken pedig, amikor ténylegesen nagyobb forgalomra lehet számítani, akkor a szakorvosi rendelő zárva van, tehát nekik nincs szükség akkor a parkolóra. Tehát egy ilyen kétfunkciós parkoló jöhetne létre, úgyhogy az semmibe nem kerülne az önkormányzatnak, és az egész csarnokra is igaz. Nagyon sajnálom, hogy ezekből a vitákból, amik itt szerte a városban terjednek, ez nem nagyon jön elő, hogy itt ajándékba szinte ingyen kapna a város egy sportcsarnokot, hiszen mi egy forinttal az önkormányzat nem kellene, hogy hozzájáruljunk, csak a telket adnánk, de a telek minden infrastruktúrával el van látva, tehát nem kell közműveket kiépíteni, van út, van villany, van gáz, minden van. Tehát ingyen a TAO pályázatból, a kézilabda egyesület által megszerzendő pénzből gyakorlatilag a város ajándékba kapna egy csarnokot, ami 15 év után effektíve a város tulajdonába is menne. Addig tartaná fönn a kézilabda egyesület, és utána pedig átmenne a város tulajdonába. Hát a búcsútérről ennyit. Gondolom, akkor áttérhetünk a sportcentrum területére. A legtöbb dolog, ami a búcsútéren elmondható, az a sportcentrum területén nem. Először is szeretném elmondani, amit szintén hiányolok itt a petíciót aláíró szervezeteknek a kommunikációjából, hogy nem mondják el az embereknek azt, hogy a sportcentrumi terület döntő része az nincs önkormányzati tulajdonban. Tehát az magánemberek tulajdonában van. Magyarul, ha ott bármit építeni akarunk, ahhoz területet kell szerezni, súlyos 10 millió kér meg kell vásárolni hozzá. Összesen egy tömbben, mert szétszórtan vannak még itt-ott az önkormányzatnak tulajdonai, amit fölvásároltunk, de egy tömbben lényegében csak az a terület van, amelyre a tanúszodát jelöltük, és annak a hátsó fele, amit a petíció aláírói emlegetnek, az önmagában kicsi. Tehát nem fér el, kisebb, mint a búcsútér, és nem fér el rajta egy ilyen sportcsarnok, többek közt azért sem, mert ott kisebb a beépíthetőségi századék, csak 30%, míg a búcsútéren 40, és nagyobb a kötelező zöld felületi arány, mint a búcsútéren, tehát egyszerűen abban az övezetben, ebben a rekreációs sportkulturális övezetben, egy akkora telek, még ha meg lenne is, mint a búcsútér, akkor is kicsi lenne, de nincs is, mert annál kisebb csak, ami az önkormányzat tulajdonában van. Magyarul, ha a sportcentrum területén akarnánk megépíteni, további területeket kellene vásárolni ahhoz, hogy ténylegesen ott megépüljen. Akkor már nem ingyen lenne a csarnok, akkor nyilván a terület megszerzés költségét, mivel a kézilabda egyesületnek erre nincs forrása, és a TAO pénz ilyesmire nem használható, az önkormányzatnak kellene nyilván biztosítani.
További probléma, hogy az a tanúszoda mögötti terület, az csak egy 2 méter széles földúton közelíthető meg. Tehát oda akkor ki kellene egy rendes, normál szélességű utat alakítani, amihez szintén területet kell szerezni, plusz meg kell építeni az utat. Ennek megint újabb 10 milliós vagy nagyon jelentős költségei vannak, nem is beszélve a közművekről, amiket szintén ki kellene építeni. Lehetne mondani, hogy hát majd a Báthori utca felől a tanúszodán keresztül megyünk. Ez éppenséggel elméletileg nagy csűrés csavarással talán megoldható lenne, de nem szabad elfelejteni, hogy az a napi működésben mennyi gondot okozna, hiszen akkor a csarnok közönségének keresztül kellene masírozni, vagy hát át kéne járni a tanúszoda telkén, amit ha meg is engednének, hát tudjuk, hogy nagy valószínűséggel sok problémát okozna, hiszen más lesz az üzemeltetője, működtetője. A tanúszoda működtetője, az majd a tervek szerint a nemzeti sportközpontok lesz, a kézilabda csarnok üzemeltetője, majd tervek szerint a kézilabda egyesület lenne. Na most akkor a napi működésben megoldani más a tulajdonos. Például a tanúszoda telkét azt állami tulajdonba kellett adni, a sportcsarnok telke az önkormányzati tulajdon maradna. Tehát a tulajdonok elhatárolása, a napi működés összehangolása az biztos, hogy rendkívül nehézkes és problémás lenne. Ilyen helyeket őrizni kell, biztonsági rendszerek vannak, más a nyitvatartás, zárás. Tehát ha valaki csak nagyjából belegondol, rögtön el tudja képzelni, hogy milyen problémákat vetne fel egy ilyen együttélés, együttműködés. Ha pedig máshol akarjuk, akkor fölmerülnek azok a költségek, amikről az imént beszéltem. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon be kell csukni a szemét annak, aki nem akarja látni azt a óriási különbséget, hogy miért a búcsú tér a megfelelő helyszín, és miért nem jó ötlet, egyáltalán nem jó ötlet a sportcentrum területe a mai körülmények között. És az az érdekes, hogy valószínűleg ezt a petíció aláíró is tudják, mert sem a testület ülésen, ahol ott voltak, sem az írásos anyagaikban semmilyen indokot nem hoztak föl arra, hogy miért nem jó a búcsútér, és miért jobb a sportcentrum. Én azt tudom csak elképzelni, hogy azért, mert ők is tudják, hogy nem lehet ilyen érveket fölhozni, nem lehet igazi érveket fölhozni, hogy miért jobb a sportcentrum, és miért rossz a búcsútér, és úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy nem is hoztak ilyen érveket. Én úgy gondolom, hogy igazából ez az egész búcsútér elleni petíció, ez inkább egy politikai ügy, egy hetz kampány, amit megpróbálnak az emberek fejébe mesterségesen létrehozni egy ilyen búcsútér ellenes hangulatot. Szerintem ellenőrizhetetlen az, hogy a petíció aláírása akkor az embereknek milyen információkat adtak át, milyen érvekkel iratták alá a petíciót. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy politikai akció, ami sajnos nagyon sok kárt okoz a városnak. Önetem, mégis vannak érvek, akkor szívesen bemutatjuk őket is a Pilis TV-n, de ugye most ön is elmondta, hogy itt az ülésen sem közeledtek az álláspontok, nyilván a testület nagyobb része továbbra is a búcsúteret tartja megfelelő helyszínnek, és az ott lévő szervezetek képviselői pedig továbbra is a sportcentrum területét. Milyen döntés született, mi lesz most a megoldás, hogy hogyan tovább? Hát ugye a testület többsége megvan arról győződve, hogy ez a döntés jó, és rendkívül nagy hiba, nagyon rossz döntés lenne, egy óriási hiba, hogyha ezt megváltoztatnánk, itt a józan ésszel ellentétes döntést hoznánk. Ezért viszont van egy adott helyzet, hogy 2020 polgár aláírt egy petíciót a búcsútér ellen. Megjegyzem, hogy Pilisvörösváron 11.500 szavazóképes választópolgár van, tehát hogy mondjam, azért azt a másik 9000-et is meg kellene kérdezni, vagy tájékoztatni kellene, mielőtt egy ilyen határozatot megváltoztatunk, vagy visszavonunk, még ha el is tekintünk a józan ész érveitől. Ezért, de látjuk azt, hogy van egy bizalmatlanság a testület szakmai álláspontjával szemben, ezért megpróbáljuk a szakmai álláspontunkat megerősíteni, tehát most már
nem csak egyszerűen a hivatalnak a saját szakértői, nem csak a főépítész, nem csak a műszaki osztály, nem csak a képviselőknek a hozzászólásai alapján, hanem független külső hivatásos szakértővel készítetni két tanulmányt, erről döntöttünk. Az egyik egy telepítési tanulmányterv lenne, amelyik megvizsgálná, hogy a sportcentrum beépíthető területén belül egyáltalán hol valósítható meg a sportcsarnok felépítése, ugye, mert mint mondtam, a tanúszoda mögött nem, ez egyértelmű, hogy ott nem lehet, de akkor hol, és hogy a sportcentrum területén belül, ha valahol megvalósítható, akkor melyik helyen milyen költségvonzata lenne. Ez az első. Ha ez megvan, tehát ha eldőlt, hogy na akkor legészszerűbben, ha mégis a sportcentrum területén belül lenne, akkor pontosan azon belül hol, akkor azt a helyszínt, ami így kijön, azt kell összehasonlítani a búcsútérrel majd. Erre pedig egy összehasonlító megvalósíthatósági tanulmányt szeretnénk készíteni, erről döntöttünk, és annak a megvalósíthatósági tanulmánynak kell tisztáznia, hogy a legszélesebb szempontrendszer alapján milyen érvek szólnak emellett a most még nem ismert, pontos helyét tekintve nem ismert sportcentrumi terület, illetve a búcsútér mellett, illetve ellen. Ebben úgy a közlekedési, a gazdasági, a környezetre gyakorolt hatás szempontjai, zaj, por, forgalom, gazdaságosság, megvalósíthatóság költsége, infrastruktúrális ellátottságnak a szempontjai, tehát az összes és az üzemeltetés, hogy ki ne felejtsem, hogy hol lehet olcsóbban, vagy gazdaságosabban, vagy drágában, kevésbé gazdaságosan üzemeltetni egy leendő sportcsarnokot. Ezeket szeretnénk egy tanulmányban tisztázni. Én sem tudom, mennyi időt vesz majd igénybe, hiszen ilyen tanulmányt még nem készítettünk, de hát nyilvánvalóan több hónapra lesz szükség ahhoz, míg ez a tanulmány elkészül, hiszen sok külső szakértőt kell majd bevonni a tanulmány készítőnek. Jelenleg éppen a ajánlatkérés szövegét simítgatjuk rövidesen, az ajánlatkérés kimegy, hogy kiválasszuk azt a szakembert, aki majd egy ilyen tanulmány, két tanulmányt elkészít nekünk. Hát ugye ez biztosan nem kevés idő lesz, és ha jól tudom, akkor ezek a TAO pályázatok 2019-ben le is zárulnak, mondjuk most ebben így elmehet több hónap is, ahogy ön is említette, akkor elképzelhető esetleg az a felállás, hogy kicsúszunk a határidőből, és egyáltalán nem lesz semmit, sem ott sportcsarnok. Hát sajnos ez nagyon könnyen lehet. Nem hónapokat veszettünk, hanem már egy évet veszítettünk, hiszen a tavalyi évben a Kézilabda Egyesületnek gyakorlatilag már volt egy építési engedélye, amit aztán Kőrös János képviselő úr megfellebbezett, és ennek következtében a másodfokú eljárás, bár nem Kőrös úr érvei alapján, hanem egy nagyon apró huszadrangú ügy alapján, mindjárt elmondom, hogy az mi volt, mégiscsak megtagadta az építési engedély kiadását. Ez a huszadrangú, én szerintem huszadrangú ügy az volt, hogy a búcsútéri terület szélén, a Fürdő utca felüli oldalon, ott van néhány telek, és az egyik teleknek onnan kell a búcsútér felől a bejárását biztosítani, és ahhoz egy 3 méter széles gyalogutat ki kell szabályozni, és le kell a búcsútér területéből vágni. Na és ez a 3 méteres út nem volt leválasztva, ezt kellett elintézni, azóta ez már el van intézve, tehát ez egy bagatell ügy igazából a sportcsarnok ügy nagyságrendjét tekintve, és ezen az alapon most, mivel ez már rendezve van, újból beadhatja a Kézilabda Egyesület az építési engedély iránti kérelmet. Reményeim szerint, vagy feltételezésem szerint ezt meg fogja kapni, és akkor beadhatja az újabb TAO pályázatot, de hát veszítettünk egy évet. A tavalyi évben konkrét ígéret volt rá, hogyha be tudta volna adni a Kézilabda Egyesület, akkor nagy eséllyel nyert volna, tehát megkapta volna az 500 milliós támogatást, hiszen megvolt már a jelentkező arra a nagyvállalkozó, aki ezt a TAO pénzt produkálni tudta volna, és a döntéshozók szándéka is megvolt, hogy Vörösvárnak ezt megadják, megszavazzák. Hogy ez az idén is meg lesz-e, ad egy a pénz, ad kettő a döntéshozók szándéka, ezt nem lehet tudni. Áprilisban beadhatja a Kézilabda Egyesület,
addig nem biztos, hogy meg lesz az építési engedélye, de azt utólag hiánypótlásban is be lehet adni. De mindenképp azt gondolom, hogy ezzel az egy év hajcihővel az esélyeink azok nagyon jelentősen csökkentek, még nem vesztek el, de nem, messze nem olyan biztos már ez az egész sportcsarnok ügy, mint egy évvel ezelőtt lett volna. Hát azt hiszem, hogy ez még téma lesz itt a közeljövőben, mindenképpen igyekszünk majd beszámolni róla továbbra is. Egy másik téma is szóba került ugyanezen a rendkívüli ülésen, mégpedig egy pályázat, amit az önkormányzat nyújt be a templomtéri iskola tornatermének tető felújítására. Mit takar pontosan ez a pályázat? Érdekes, hogy a kézilabdáról volt eddig szó, ezt is a Kézilabda Szövetség írta ki, ezt a pályázatot, amelyel az a célja neki, hogy a kézilabda egyesületek számára minél több edzési lehetőséget biztosítson. És ennek érdekében a Kézilabda Szövetség támogat olyan projekteket, hogy egyes településeken felújítsák a meglévő tornatermeket, vagy ahol van csarnok, vagy bármi olyan hely, ahol a kézilabdások játszani tudnak. És ennek érdekében fejlesztéseket valósít meg, és akik a fejlesztésben részesülnek, azoknak cserébe azt kell vállalni, hogy ott az adott településnek a kézilabda egyesülete az edzhet. Körülbelül ez a lényege. Hát nálunk ugye csarnok nincs, de a templomtéri iskolának a torna termével lehet pályázni, és rá is szorul a torna terem, hiszen nem sok felújításon esett át, mióta felépült, ugye most már körülbelül 25 éve, és a lapos tetős épületről van szó, amelynek elég sokszor van gond a beázások a tetőjével, a beázások miatt. Már többször javította az önkormányzat, most ugyan már nem mi vagyunk a működtetője, hanem a tankerület, az érdi tankerület, de mivel a mi tulajdonunkban van, és azért zömében a vörösvári gyerekek járnak oda, úgy gondoltuk, hogy kihasználjuk ezt a pályázati lehetőséget, 30% önrészt kell hozzá, ez durván egy 11 milliós projekt, tehát a testület 3,5 millió forintot megszavazott az önrészre, és bízunk abban, hogy nyerni fogunk, és akkor ez a régi problémája a templomtéri tornateremnek megoldódik, hogy reméljük. Sajnos Magyarországon ezek a lapos tetők majdnem mindenhol beáznak, tehát nincs igazán jó technológia, és nincsenek olyan jó kivitelezők sem. Mi is utoljára, úgy emlékszem, 6 éve gyakorlatilag a teljes vízszigetelést lecseréltük a tornaterem tetején, de mégis megint vannak helyek, ahol beázik. De remélem, ha ezt most megcsináljuk, akkor egy 5-6-7 évet megint ki fogunk húzni vele. Tervek szerint mikorra várható erről döntés? Hát sajnos azt nem tudom, ezek a mai pályázatok nagyon bizonytalanok ebből a szempontból, de hát remélem, hogy néhány hónapon belül, úgy gondolom.